A Szlovéniában edzőtáborozó Videoton FC Kovács és Oliveira góljaival 2-1-re nyert a Mura ellen. Ez volt a második előkészületi mérkőzése a csapatnak. Papíron az egyik gólszerzőnek, Filipe Oliveirának június 30-án el kell hagynia a piros-kékeket. Ekkor jár le ugyanis kölcsönadási szerződése, és vissza kell térnie a Pármához. Könnyen lehet azonban, hogy marad Székesfehérváron Filipe Oliveira. Információink szerint a Videoton FC komoly tárgyalásokat folytat a Pármával arról, hogy